Szerbusztok! Kedves dalos barátaim! Igen, múlt héten nem voltam sajnos, és van egy hírem számotokra, hogy viszont jövő héten sem lesz én akkora, meg utána se. Legközelebb majd május 4-én szerdán lesz. Hát ezek ilyen technikai dolgok, itt-ott dolgunk van, és akkor most ezzel az énekórával adok nektek egy olyan mennyiséget, hogy kitartsatok erre a 2 hétre, ami elmaradt. Először is, hát próbáljunk skálázni egy picit. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én egyfolytában prüszköltem ma. Én azt hittem, hogy én nem vagyok allergiás, de úgy látszik, hogy mégiscsak nyílik valami nagy finomság, amire én úgy reagáltam ma, hogy prüszköltem és prüszköltem. Igen, szeretettel köszöntelek, szia Laci! Úgyhogy kezdjük el egy kis jó kis orlégzéssel elindítani a skálázást. Kezdtek jönni, aranyosak vagytok. Tehát, ugye hallottátok, hogy mennyire kicsit megkoppintottam, és vártam, hogy kicsit fölfelé szálljon a levegő, és nem léptem le, hanem egy ilyen
olyasmi, mint egy ilyen előre kis csúszás az orromra, avval léptem át tulajdonképpen a középső hangra. Ez azért fontos, mert itt ebben a lágéban még nem olyan probléma, de ha magasabb hangot akartok énekelni, nem várjátok meg, hogy a teteje kiteljesedjen, vagy magyarul legyen még egy, legalább még egy magánhangzó érték, akkor viszont rá telepszik a torkotokra, és egy kicsit akkor megnyomjátok. Nagyon sokan vannak, akik úgy énekelnek, de én azt állítom, hogy legjobb, hogyha csak azt a levegőoszlopot megtartjuk szépen a rekeszizmunkkal, és kivárva ezt a bizonyos értéket, egy kicsit átemeljük a levegőt az orrunk hegyére. Ma énekeltem egy kis növendékkel, és azt figyeltem meg, hogy a szája nagyon merev volt. Az, hogy a felső és az alsó száj ajkaknak egyáltalán tulajdonképpen a magánhangzóknál nincs szerepe, nem is szabad, hogy legyen, mert ha elkezdtek csücsöríteni, akkor csücsörít a torkotok is. Tehát tulajdonképpen csináljuk meg azt a magánhangzó skálámat, amikor a magánhangzókat egy hangon énekeljük. Azt úgy kell csinálni, hogy ellazítom a nyelvemet egy szép laza E betűre, és mondom a magánhangzót. Nem mondom, hogy ó, azt nem, hanem szép lazán tartom a felsőt és az alsót. Csak akkor használom a számot, amikor az M betűt mondom, meg az F betűt mondom, meg a P-t mondom. Azt mondom. De a magánhangzókat, ezeket nem csücsörítem össze, hanem szép lazán, szélesen tartom. Legyen egy V betű, azért jó a V betű, mert a V betű pont olyan mosolyt csal az arcotokra, amivel el lehet rakni az orrhegyére a levegőt. És mindig elképzelem, hogy haladok. Nem haladok sehová, de ezzel az képzettel megtartom az orromban szépen a levegőt. Kezem a D hanghoz, most ahol lent voltam, nekem nagyon-nagyon kell tartani az orrcimpámat, hogy kellő mennyiségű levegő haladjon át, mert itt már nagyon szeretne átmenni a mellhangba. De az nekünk nem jó, hogyha átmegy teljesen a mellhangba, nekünk olyan kevert hangot kell itt lent is énekelni, mint amit fönt. Azzal a kitétellel, hogy a lenti hangokban több a mellhang.
mint a fönsőbe. De ezt nem én csinálom, ha én megadom a lehetőségét neki, akkor az idegrendszer megcsinálja a keveredést. Csak nekem nagyon kell figyelni, hogy az orcimpám, vagyis a mosolyom meglegyen. Jó? Kiabáljunk egy kicsit. Hi, 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 hi. Ne féljetek, hogy halljátok előre, hogy sistereg a levegő. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Hi, 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 hi. Betűt használok, jó sok levegővel, de nem fogy el a levegőm, hanem tartom a bordámat, és csak mindig beugrik egy kicsit a gyomrom, kiengedem, és tulajdonképpen rengeteg levegő marad bennem. Tehát avval, hogy én fújom a H betűt, avval nem fogyasztom el a bennem lévő levegőt. Na, igen, többen is megérkeztek. Szeretettel köszöntök mindenkit. Jó, most akkor a lényege ennek az volt, ugye, hogy szépen, lazán tartottam abba E betűben a nyelvemet, és megvártam mindig a második magánhangzót. A második magánhangzó ideje alatt engedtem vissza egy kicsit a gyomromat, hogy aztán megint beugorhasson. Ennek a skálának ez a titka, hogy tulajdonképpen előlegezi nekünk egy tenuto vagy egy staccatónak az elképzelését, mert azt így csináljuk, hogy beugrik, és akkor az szépen lesz belőle. Ha hosszabb, akkor tenuto, ha meg rövidebb, akkor staccato. Na mondjuk a magyar nótában ilyen nincs, de nem árt, hogyha tudjátok, hogyha esetleg majd olyan fogtok énekelni, mondjuk egy operett számot, abban még staccato is lehet. Na, akkor most legyen nekünk a ré-rő skála, aminek nagyon jó a megoldása, mert ugyan itt csúszkál, ahol az E betű volt, ugyan ott csúszkál a nyelvem a felső fokakon.
skálában hallottátok, hogy tulajdonképpen visszafele egy picit mindig halkítottam, csak arra gondoltam, hogy kifelé. És az utolsó előtti hangot egy picit megmutattam, hogyha meghúzzátok, akkor az utolsó hang már szépen hangsúlytalanul fog megszólalni, és annak az a titka, hogy akkor egy decrescendo van az utolsó hangban, tehát nem ilyen elvágólag van, hanem kifolyik belőle a levegő, és az a szép énekhang. Akkor csináljuk meg az optimista skálánkat, mert anélkül nem élet az élet, mert az optimizmus az nagyon kell, illetőleg egy jófajta önbizalom kell az énekléshez, hogy én ezt tudom, és én ezt meg tudom csinálni. Nem azt mondom, hogy a másik rosszul énekel, és megkritizálom, hanem azt mondom, hogy én mit tudok. És már ti is sok mindent tudtok, mert hogy annyi énekorát tartottam, már lassan a Guinness könyvbe be fogok kerülni. Nem azért, mert mások is tanítottak interneten, csak én nekem azt mondja Katona András, kedves barátom, hogy több százan nézik meg mindig, ha nem is élőben, hanem az ismétléseket. Úgyhogy, ha összeszámolnánk, akkor rengetegen nézték az énekórámat. Majd még elgondolkozom rajta, hogy ilyet nem lehet-e belerakni a Guinness könyvbe. De ez még egy másik ügy. No, tehát optimizmus. Szép a hangom. Majdnem azt mondtam, hogy szép az élet. De hát inkább legyen a hangom, mert abban sokkal több levegő van. Szép a hangom. 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 Majd májusban a többi recitálós skáláinkat is elénekeljük. Tudjátok mit, a Gilingalangot, meg a Dénomdánomot, meg a Münmünmanmant. Ezek mind egy kaptafára vannak, de mindegyik nagyon hasznos, mert tudjátok használni benne a nyelveteket. Tehát úgy lesznek érthetőek, ha a nyelvetekkel beszéltek, és az ákapocs nincs összekötve a mondjuk a löbetű, vagy lá-lá-lá-lá, az borzasztó lenne, hanem lá-lá-lá-lá-lá, laza az ákapcsom, és bent az nyelvemnek a hegye dolgozik. És amikor G betű, akkor a nyelvemnek a hátsó része dolgozik, az inhibitor lámmal. Na, hát el kell meséljem nektek, hogy szombaton a 6-os csatornában Éliás Tibor nótaszony musorában voltunk vendégként, már a felvétel megtörtént, Lukácsi Bálint újságíróval, aki, meséltem nektek, elhatározta, hogy édesapja emlékére az ő magyar nóta dalait, amiből elég sok van, megcsináltatja DVD-re. Ezt már föl is vettük, nagyon szép dalok voltak, 14 dal volt, énekelték a fiús nótákat Bóka Kristóf és Víg Levente növendékeim, én pedig a lányos nótákat, sőt, mi több, a végén csináltunk még egy csátásból tercettet is. Azt hiszem, hogy ez se sok van a magyar nóta irodalomban, de egy nagyon aranyos csátás tercett lett. Na most erről a DVD-ről és Lukácsi Bálint életútjáról beszélt a fia, és bejátszottak már ebből a DVD-ből, tehát szombaton 14 órakor ezt meg tudjátok nézni. De én voltam olyan ügyes, hogy három dalt már a YouTube-ra is fölraktam,
Úgyhogy, ha nincs időtök megnézni 14 órakor, akkor a YouTube-on már a három számot megnézhetitek. Egyet én énekelek, egyet Kristóf, és egyet Levente. Na most ebből a dalokból hoztam már a múlt héten is, és most is hoztam egy nagyon szépet, aminek a versét és a zenéjét is Lukácsi Bálint szerezte, aki 20 évvel ezelőtt halt meg, tehát a múlt században élt, és egy fantasztikus ember volt, aki mint néptanító nem csak tanította a népet, hanem együtt muzsikált is vele, mert még ráadásul nagyon szépen hegedült is. Tehát következik Lukácsi Bálint verse és zenéje, Fecske szállt előttünk. Na most ez a dal, amit hoztam, ez egy ámólos dal, tehát akinek, aki szeret mélyen énekelni, aznak ez fantasztikus ez a dal. Én ezt fölraktam, amikor énekeltem D-mollba, mert hát, hogy én szoprán vagyok, de aki szeret mélyen énekelni, annak szívből ajánlom, ráadásul nem is nagy a terjedelme, tehát aki mélyen szeret énekelni, annak ez egy nagyszerű dal lesz, majd meg fog jelenni a kotta is, amiből meg lehet tanulni, ha valaki nem fülhalás után tanul, akkor lesz majd belőle kotta is. Azt majd szerintem a kotta futárként el fog jutni a Magyar Nótás Egyesület honlapján nektek, és akkor le is tudjátok tán tölteni. Ez még most van folyamatban, mert ez az egész nagyon új, ez az egész felvétel. Tehát, Fecske szállt előttünk, és most nekem ez egy mélyebb, tehát én csak ezt úgy el fogom mondani, nem fogok nagyot énekelni benne, hanem csak úgy szépen elmondom nektek. Fecske szállt előttünk, Fecske szállt utánunk, mint a nyári napfény, úgy tüzelt a vágyunk. Karunk összefonva, de ajkunk nem mondta, hogy egymást szeret. A szívünk dobogta. Eltűntek a percek, elszálltak az évek, de az emlékeink vissza-vissza térnek. Jöjjetek is vissza, régi szép emlékek, tőletek szépül meg az eltűnő élet. Én azért szerettem ezeket a dalokat, mert mindegyik optimista volt, de hát ti tudjátok, akik nézik az énekórámat, hogy az a 40 dal, amit fölraktunk már DVD, CD-re, az is csupa-csupa-csupa jó érzéssel elénekelhető optimista dal. Biztos, hogy vannak szomorú dalok is, de azt hiszem, hogy a karakterem folytán én inkább ezeket szeretem is. Lukácsi Bálintnak szerintem mind a 14, amit most fölénekeltünk, mind a 14-e ilyen nagyon-nagyon kedves, jó hangulatú. Én biztos vagyok benne, hogy Lukácsi Bálint úr, néptanító úr, egy nagyon kiegyensúlyozott, boldog ember lehetett. Nem volt szerencsém ismerni, de láttam a képét, egy nagyon-nagyon szimpatikus ember. Mosolygott le a képről, ami majd a videón, azt is majd meg lehet vásárolni, a videón majd fogjátok látni. Mert a videó első részében a fia, aki szintén Lukácsi Bálint, elmeséli édesapjának az életútját, tulajdonképpen egész részletesen. Úgyhogy aki akarja, és van rá kedve, az majd szépen megveszi ezt a videót, és megnézi, és meghallgatja, de aki nem, az meg csak szépen meghallgatja majd a YouTube-on, mert én darabonként szépen mindegyiket fel fogom tenni. Na, hát akkor egy kicsikét elemezzük ezt a dalocskát, ami szintén egy nagyon aranyos dal, legalábbis a szokás szerint nekem nagyon tetszik. Tehát, Fecske szállt előttünk, Fecske szállt utánunk. Lehet így, hogy
két részbe mondtam. De úgy is lehet. Fecske szállt előttünk, fecske szállt utánunk. Mint a nyári napfény, úgy tüzelt a vágyunk. Mint a nyári napfény, úgy tüzelt a vágyunk. Karunk összefonva, de ajkunk nem mondta. Karunk összefonva, de ajkunk nem mondta. Hogy egymás szeretjük, csak a szívünk dalolta. Kicsit költöttem tehát. Hogy egymást szeretjük, a szívünk dobogta. Eltűntek a percek, elszálltak az évek. Eltűntek a percek, elszálltak az évek. De az emlékeink vissza-vissza térnek. De az emlékeink vissza-vissza térnek. Vissza, régi szép emlékek. Jöjjetek is vissza, régi szép emlékek. Tőletek szépül meg az eltűnő élet. Tőletek szépül meg az eltűnő élet. Most már ti is tudjátok, hogy hogy lehet többféleképpen elénekelni egy-egy dalt. Aki szereti hosszabban kitartani a közepét, az csinálja azt, amit én csináltam elsőre, hogy a közepén áll meg. De én mindig azt tanácsolom nektek, hogy ne túl lassan énekeljetek magyar nótát. Ha túl lassan éneklitek, akkor az embernek mindig az az érzése, hogy, úgy vontatódik. Persze, ez is lelki állapot kérdése, mert én a szubret lelkemmel, én szeretem egy picit összefoglalva, kicsit gyorsabban énekelni, mint amit általában megszoktatok. De hát rátok van végül is bízva, hogy éneklitek lassabban, éneklitek gyorsabban. Én azt nem nagyon szeretem, bár vannak énekesek, akiknek nagyon jól áll, hogy egy-egy hangot nagyon hosszan tartanak. De nekik az a stílusa, tehát ők tartsák azt. Na hát akkor még egyszer, mielőtt elbúcsúznánk, hogy május 4-én, szerdán fogunk találkozni, akinek van kedve, az pedig üljön a tévé elé, most szombaton, 14 órakor a 6-os csatorna Nótaszó műsorát nézze meg, és remélem, hogy tetszeni fog az a dal, amit már szerintem itt énekeltem nektek, amit be fog adni tőlem Tibor, és a másik két kedves énekestől, Bóka Kristóftól és Víg Leventétől. Elbúcsúzom szeretettel, kívánok nektek áldott, békés, kellemes húsvét ünnepeket. Remélem, hogy ilyen idő lesz, bár azt mondja a meteorológia, hogy egy kicsikét hűvös lesz, de azért mi a reményt nem adjuk föl. Úgyhogy szépen menjetek, vonuljatok, élvezétek azt, hogy béke, szabadság van nálunk, és nagy-nagy szeretet uralkodik a világon. Legalábbis mi ezt gondoljuk. Búcsúzom tőletek, szervusztok, minden jót nektek, kellemes húsvéti ünnepet!